Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Lassan történelem, hogy az állami számvevőszék indított egy vizsgálatot a Jobbik gazdálkodásával kapcsolatban, egészen pontosan a kampány költésével kapcsolatosan, és ennek az eredményeképpen 331 plusz 331 millió forint büntetést szabott ki, legalábbis előzetes dokumentumban. Ennek az eredményeként volt egy tüntetés másfél órával ezelőtt, úgy nagyjából akkor, amikor a Jobbik és még néhány párt a szolidaritását kifejezve voltak éppen Orbán Viktorral és a rendszerével szemben fejezte ki véleményét. Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője, országgyűlési képviselője a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nem voltak nagyon sokan, és ez azt gondolom, hogy nem csak a Jobbik számára lehet csalódás, hanem mindazok számára, akik úgy gondolták, hogy az az ügy, amit most képviselnek ott ezzel a fáklyás tüntetéssel, az nem a Jobbikról, hanem a demokráciáról szólna. Ezért mentek el a Momentumtól, együttől, az LMP-től politikusok és szimpatizánsok. Miért voltak ennyien csak? Nyilván többféle olvasata van, és mindenki a saját szája íze szerint fogja ezt lefordítani a mai késő délutánt vagy kora estét. Én azt mondom, hogy többen voltak, mint amennyire számítottunk, hiszen pontosan tudtuk, hogy ilyen időben, karácsony előtt, egy péntek délután, szinte összecsúszva a munkaidővel, azért azt nagyjából sejtettük, hogy ez nem akkora tömegeket fog megmozgatni, mint mondjuk egy nyári vakáció alatti futballsiker, amire volt példa ugye néhány vagy másfél éve. De én azt gondolom, hogy a tömeg összetétele a kulcskérdés. És abból mindenképpen történelmi a ma délutáni esemény. Ennyire heterogén társaságot vagy közösséget, akik kijöttek, és itt most nem csak arra gondolok, hogy a babakocsis fiatal szülőktől idős emberekig, hanem a különböző pártok szimpatizánsai és közéleti szereplőit végignézve is, én azt gondolom, hogy talán ez egy olyan, az első olyan lépés, vagy politika történeti lépés, így 27 év után, ahol tényleg felcsillan az a remény, hogy nem feltétlenül értünk egyet mindenben, nem feltétlenül szeretjük egymást, de vannak olyan közös minimumok és olyan közös célok, ami mellett jó azt érezni és tapasztalni, hogy azért van közös cél. Az az önök mondása volt a sajátjaik felé, hogy árpácsávos zászlót az elején semmiképpen, mert az elején nem volt egy darab sem, lehetett látni a tévé közvetítésen, hogy nincs. Mire a tüntetés végére értünk, addigra ott lobogtak az árpácsávos zászlók. Nem volt semmilyen ilyen utasítás, nem volt. Arra volt kifejezetten kérés a mi részünkről, hogy hozzák nyugodtan a jobbikos zászlókat, az volt is bőven. Egyéb szimbólumokat. Arra volt kérés, hogy semmi ilyen, és senkinek a provokáció jójára lehetőleg ne üljenek fel. Volt provokáció egyébként? Nem, legalábbis hozzám nem jutott el ilyen hír, én többször végigmentem a tömegen, körben, meg amennyire tudtam közéjük, de én nem tapasztaltam, és hírek szempontjából sem jutott el hozzám semmilyen. Szerencsére, ahogy vártuk, és amiben bíztunk, hogy egy békés demonstráció lesz, ez így is történt. Amiket mondott Vona Gábor, illetve amit Vona Gáborról mondtak, hogy úgy konferálták föl, hogy az ember, aki erről egy diktátor menekül. Ez így ebben a formában nem túlzás? Hát mit nevezünk menekülésnek? Ha azt, most hogy kit nevezünk tova, diktátornak? Hát én azt gondolom, hogy abban talán a nem fideszes szavazók mindegyike egyetért, hogy Orbán Viktor sokkal közelebb áll egy diktátorhoz, mint egy demokratához. Nyilván egy utcai demonstráción, tüntetésen nem feltétlenül cizellálja mindenki a szavakat és gondolatokat, tehát ilyen szempontból nincs ebben semmi. Nem kértem számot, csak gondoltam, hogy nevezze meg, ha az egyiket megmagyarázza, mondja a másikat. De én azt gondolom, hogy Orbán Viktorra most már nem túlzás azt állítani, hogy diktátor. Az Európai Unión belül egészen biztos. Nyilván egy fehér Oroszországhoz még messze van, és reméljük messze is marad. De miben érzékelhető az, hogy menekül Vona Gábor erről? Hogyha a menekülést vesszük, akkor én azt gondolom, hogy ennek sok fajtája van. Korábban ugye volt egy íratlan szabály, egyfajta politika történeti hagyomány, ami a miniszterelnök jelölti vitákat illette, ami a különböző parlamenti műfajokban való vitázást, vagy éppen televíziókban történő vitázást jelentette, és erre rendre Orbán Viktor most már 8 éve, vagy lassan 10 éve ezeket nagyon tudatosan elkerül. Akkor nem volna Gábor előmenekül, hanem voltak éppen minden olyan helyzet elől, ahol nem a sajátjaival kell beszélgetnie. Persze, hát ő alapvetően már azokat a szituációkat is elkerüli, amikor esetleg olyannal is szót kell váltani, akivel nem feltétlenül ért egyet mindenben, vagy éppen semmiben, de az ugye
elég furcsa, hogy Magyarország lassan az egyetlen, ahol mondjuk az ellenzék és a miniszterelnök, vagy vegyük csak úgy, hogy egy tiszta választás esetén a miniszterelnök jelöltek között nincs vita, pláne a legerősebb ellenzéki párt miniszterelnök jelöltje, és az éppen regnáló miniszter és egyben miniszterelnök jelölt között. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz más szóval leírni, mint hogy menekül. Nagyon fura volt a tekintetben ez a beszéd, hogy olyan mondatokat hallottunk Vona Gábortól, amiket lehet, hogy a jobbikos közönség már hallott különböző fórumokon, de ebben a nyilvánosságban így még talán egy nagy gyűlésen nem. Tehát a sokféleség nem zavaró, mondta Vona Gábor, majd hozzátette, mert a demokrácia összeköt. És hát az emberek nem a jobbik jut eszébe a demokratikusan elkötelezett pártokról. Még mindig nem, miközben önök... Tudom, hogy erre nagy erőfeszítéseket tesznek. Igen, csak most már örülök is a kérdésnek. Sokan elfelejtik, hogy nagyságrendileg 2 évvel ezelőtt egy januári évadnyitó rendezvényen Vona Gábor, igen, 2 évvel ezelőtt pontosan januárban az évadnyitón fogalmazott úgy, hogy kilépünk a lövészárokból, befejeztük ezt a nagyon rossz megosztottságot, amit a általunk 20. századi pártoknak nevezett politikumok és politikai közösségek képviselnek, és igyekszünk hidakat építeni. És akkor Vona Gábor hozzátette, hogy lesz olyan, nyilvánvalóan a saját közösségünkön belül is, akinek ez nem fog tetszeni, aki jobban szeretné a hagyományos lövészárkos 20. századi megosztottságot, annak nem kell feltétlenül velünk tartani. De bizonyos tartani. Korábban kimondott doktrinák még életben vannak? Tehát például a választójog korlátozása, ugye volt egy ilyen elképzelésük, hogy bizonyos műveltségi cenzushoz kössék a választójogot. Ez még érvényben van például? Most eszembe jutott egy. Nincs, azért a programunk még nem jött ki, és nagyon sok olyan dolog van, amit lehet egyébként radikálisnak tekinteni, de én itt a radikalizmus nem szitokszónak állítanám be, hanem sokkal inkább egy olyan gyökeres változásnak, amit a szó maga is jelent, ami előrébb viszi úgymond a közéletet, vagy a közélet tisztaságát. A választások átalakítása, főleg itt ugye bármilyen cenzushoz kötött választás, én azt gondolom, hogy ezt a Jobbik sem képzelte úgy egy percig se, hogy nem tudom, mondjuk mi kapunk felhatalmazást a magyar választóktól, és holnap után átírjuk a választási rendszert úgy, hogy nem tudom, ki nem szavazhat. Szerintem ilyen súlyú kérdésekben nekünk alapvetésünk volt mindig az, hogy népszavazás és sok minden valós társadalmi vita nélkül nem lehet. Ez a gondolat, ez még érvényes a Jobbikon belül? Nem tudok arról, hogy ez most programunk része lenne. Mert ugye ez kimondatlanul ez a cigányokról szólt volna, a cigány népességről, amely nem járta ki az iskoláit, amelyiknek úgy sincs kedve menni szavazni. Máshonnan közelíteném meg, ugye nagyon sok olyan pro és kontra érvet hallottam már, és nem jobbikosoktól, hanem másoktól, és kifejezetten értelmiségi emberektől, akik azt mondják, hogy ha például a jogosítvány megszerzésének alapfeltétele a 8 általános iskolai végzettség, akkor egy ország sorsáról való döntéshez vajon miért nem kötik? Tehát én ismerek ilyet, én a magam részéről ezt nem támogatnám. Talán azért, mert a jogosítvány nem feltétlenül alapjog. Hát igen, csak éppen nem tehát tudom, embereket. Miközben ezen is lehet vitatkozni, hogy a jogosítvány alapjog. Nem fog velem ebben vitatkozni, mert ez csak úgy eszembe jutott arról, hogy a Jobbik, mint demokratikus párt, amelyik a demokráciát védelmezi, közben demokratikus szerzett jogokat. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor legnagyobb teljesítménye, hogy azokat a választókat és szimpatizánsokat, akiket mondjuk a Jobbik elég heterogén táborában, nem tudom, mondjuk nem feltétlenül a demokrácia őrzőihez lehet sorolni, belőlük is demokratákat csinál. Hát, hogyha ez így lesz, akkor azt Orbán Viktornak valóban megköszönhetjük. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak ebben elég nagy szerepe van. Azt mondta Vona Gábor, hogy az ászdöntés a Jobbik ellen nem egy egyszerű papír, hanem a magyar demokrácia halálos ítélete. Már amennyiben ez az ászdöntés, ez valamiféle módon jogerőssé válik. Ugye 2 dolog van, az egyik az, hogy önök éltek-e már az ellentmondás jogával, ehhez van joguk, 15 napjuk van rá, a másik meg az ötlet a Fidesz képviselőitől, hogy hát jó lesz ezt majd befizetni a választási kampány után is, és akkor nem lehet azt mondani, hogy a Jobbikot el akarták lehetetleníteni. Megyek akkor sorban, jó. Természetesen élünk ezzel az észrevételezési jogunkkal és lehetőségünkkel. Emlékeim szerint jövő hét csütörtök a határidő, hogy ezt megtegyük, és azt konkrétan tudom, hogy a gazdasági igazgatótól az összes olyan prominens emberünkig, aki érdemben a Jobbik költségvetését és gazdálkodását irányítja és szabályozza, készítik egy elég hosszú és elég alapos listát. Úgy gondolják, hogy ez egy gazdasági kérdés, és nem egy jogi kérdés?
Is. Én nem Én hiszem, akartam nem hiszem, mondani, hogy politikai, mert akkor nem érdemes felepezni. Nem hiszem, hogy a kettő szétválasztható. Elvileg a gazdaság is jogi keretek között működik, és a párt gazdálkodása is jogi keretek között működik, tehát nem lehet szétválasztani. Ezért a jövő hét csütörtökig biztos, hogy meg fogjuk tenni. Hogy van-e egyébként mellette politikai súlya, hát az teljesen világos. Az ÁSZ azzal, hogy illetve... Hogyha az ÁSZ azt teszi, amit fideszes képviselők éppen az önök csatornájának honlapján volt olvasható, hogy talán jobb lenne nyáron megbüntetni ezt az ellenzéki alakulatot, adott esetben minket, akkor én azt gondolom, hogy ez már nyílt beismerése annak, hogy a büntetést magát is ők rendelték el. Nyílt beismerés az is, hogy ma ugye mi nyilvánosságra hoztuk a teljes állami számvevőszéki határozattervezetet, amiből egyértelműen kiderül, hogy senki és semmit nem vizsgált, semmilyen papír nem áll rendelkezésünkre, legalábbis tőlünk, minket nem kérdeztek, az általunk átadandó dokumentumokat át nem vették, tehát itt hasraütésszerűen nyilvánvalóan politikai parancsra. Van itt egy helyzet, ami nem erősíti az önök pozícióit. Figyelek. Mit ad Isten pont a tüntetés napjára? Pestisrácok.hu megszerezte a Simicska Lajos két plakát cége és a Jobbik között született szerződést a plakáthelyek megvásárlása, a táblák megvásárlásáról. És hát valóban meglehetősen furcsa, tehát én sokféle a reklámiparban született szerződést láttam már életemben, olyat nem, ami úgy szól, hogy majd 3-4 év múlva, hogyha a vásárló nem fizet, akkor semmi nem történik, mindenfajta jogi következmény nélkül az eladóra visszaszállnak a táblák, még fizetni kártérítés sem kell. Tehát ez önmagában meglehetősen furcsa, rögtön a kormánypárti sajtó természetesen azt írta, hogy itt tessék, a tiltott támogatás itt is megvalósul. Mit kommentál ehhez? Én azt teszem hozzá, hogy egy nagyon durva csúsztatás áll ebben az ominózus oldalnak. Hát a szerződés állott, ott van a teljes szerződés. A szerződés csak annak vannak járulékos szerződési szerződései is, hiszen ezeknek az eszközöknek a megvásárlása az nem pusztán ez a szerződés, amit most a Pesti Srácok kihozott, hanem ehhez még van, társul két másik, és a teljes összeget az a két másikkal együtt kell érteni. Persze, mert maga ez a szerződés, ahogy ön is mondta, a tábla szerkezeteket, ha úgy tetszik, a vasat tartalmazza. Ennek természetesen van még egy földterületi szerződése, hiszen azok a szerkezetek állnak bizonyos területeken, amiért szintén fizetni kell. Eddig a cég fizetett, azután, hogy mi megvásároltuk, onnantól kezdve... De azok bérleti jogok, nem? Javarészt. Hát világos, csak azokról szól ez a szerződés. Várjon, azokról szól ez a szerződés. Olyan módon szól, hogy május után, amikor kifizették a helyeket, a táblákat, akkor jóhiszemű módon a korábbi bérlő segíti önöket abban, hogy önök válassanak az új bérlővé. De hát ennyi van erről abban a szerződésben. De... Persze, más nem is lehet benne, hiszen hogyha én vásárolok egy ilyen eszközt, ami mondjuk áll az M3-as mellett valahol, persze, az valakinek a földjén van, az teljesen evidens, hogy a földbérletet az fogja fizetni, akiért az az eszköz. Szól. Tehát de nem ez az a szerződés nem is szólhat róla. Az a kérdés, hogy megvették a táblát, úgyhogy kifizették most az áfát szeptemberben. Igen. Nem nehéz kiszámolni, konkrétan az áfát fizették ki. És az összes többi. De nem csak ennyi volt. És az összes többi összeget majd májusban kell kifizetni, de mi sem történik akkor, hogyha nem fizetik május 31-ig. Igen, csak mi nem. Akkor visszamegy Simicska Lajos cégei ez az egész. De ez ügyes trükk. De lehet ezt trükknek is nevezni. Én sokkal jobban szeretnék. Miért pont május 31 a garantáltan a kampány utáni. Egyrészt az állami támogatás miatt, tehát azért az nem titok, hogy a pártok a magánadományokon kívül állami támogatásból élnek, és nagyjából, ha én lehet, hogy rosszul tudom, de valahol ott esedékes, ugye szerintem negyedévenként érkeznek ezek az állami támogatások, és teljesen világos, hogyha lehet úgy megállapodást kötni, hogy az időintervallummal lehet. Nem a választási kampány végét jelenti ez a május 30-ig? Hát akkor már bőven a választási kampány vége van. Április elején lemegy, de nem is ez a történet lényege szerintem az, hanem nem választható szét. Ez az, amit szerettem volna mondani, hogy nem erről szól a történet, hogy mi kifizettünk 27 milliót, mert annak a havi fenntartása az egy sokkal nagyobb pénz. Ez egyrészt a földbérlet. Jó, de hát ezt akartak, erre lehet mondani. Ehhez már Simicska Lajos. Nézze, vagy bárkinek... én nem szeretnék Simicska, nem is vagyok Simicska Lajos szóvivője, pláne nem a cégeért. Hát de nem is őt támadják, és olyan szerződést köt, amilyet akar. Világos, csak itt ők helyettem sokkal jobban meg tudnák azt indokolni, hogy egyébként miért éri meg nekik egy ilyen konstrukció. Azért, mert nincs más. Mert nincs hát más. Mert eddig is működtek ezek a táblák. Egyszerűen, hát
Igen, meg lehet nézni, hogy milyen áron, és itt jön be az, hogy vajon mi a piaci ár. Én azt mondom, és eddig erre lett volna jó, hogyha az állami számvevőszék mondjuk elviszi tőlünk a dokumentumokat, vagy megnézi az általunk adott dokumentumokat, hogy mi milyen felületekre szerződtünk. Hiszen a mi szerződéseink, azok ugye, ha van egy plakát cég, arra vannak különböző árak. Ezt nevezik listaárnak, és akkor jön egy piaci ár, ami egy alkú során születik. Aztán van egy úgynevezett last minute akció, ami már a hó végén, hogy amíg fennmaradó táblák, mi pedig ezen last minute akció után, amik akkor se keltek el, azokra kötöttünk bérleti szerződést. Ezt el lehet képzelni, hogy onnantól kezdve a adott cégnek mi éri meg az, hogy üresen marad, vagy az, hogy egy bizonyos árban megegyezik. Elmennek az alkotmánybíróságig, hogyha ez a ASZA történet úgy ér véget, ahogy ez most látszik, tehát hogy önöket elmeszelik? Meglepődnék, ha nem mennénk el. Meglepődnék azon is, ha nem lenne olyan jogi formula, amivel nem élnénk, akár hazai, akár nemzetközi szinten, mert egyben biztosak vagyunk, mi az ÁSZ és a köztünk történő levelezést, mindent dokumentáltunk, tudjuk bizonyítani a saját igazunkat, tudjuk bizonyítani azt, hogy mindenben együttműködtünk, legalábbis ameddig lehetett. Biztos benne, hogy nem járnak a szürke zónában? Biztos vagyok benne, mert egyszerűen nem követtünk el semmi hát olyat, amiért azt érdemelnénk, amit most a Fidesz. Ez egy hosszú vita lesz, mint hogy itt a táblák megvásárlása, hogy ez ma lett ennyire nyilvános, hogyha önöknek vannak még további szerződéseik, biztos nyilvánosságra hozzák, hogyha vannak, már ezek megjelentek. Vannak, én biztos vagyok benne, hogy egyébként az is megvan a pesti srácoknál is, meg a, hogy mondjam. Honnan van meg? Hogy mondjam. Hát gondolom, a Fidesz által pénzelt pesti srácok megszerezte a fideszes országgyűlési képviselő által vezetett NAV által átadott, volt fideszes országgyűlési képviselő által vezetett ÁSZ-nak. És a kettő közül valaki odaadta. Tehát a kör így ér körbe, szerintem a tévénézők így értik, hogy van egy állami számvevőszék, amit egy fideszes, volt fideszes országgyűlési képviselő vezet, van egy NAV, amit egy jelenlegi államtitkár most is országgyűlési képviselő. És a NAV-nál ez a szerződés vélhetőleg ott van. Hát persze, hát ő bármikor elviheti az érintett cégektől. Tehát, de játsszák ezt el minden pártnál, és akkor kiderül, hogy nem különböznek ezek az árok szerintem. Hát sok minden kiderül, nem csak ez. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.